Köszöntöm a 7.0 televízió nézőit. Békés Csaba 1912 előre, Soroksár SC, itt a labdarúgó MB2 hatodik fordulójából. Rögtön egy ünnepélyes kezdőrugással kezdődik a mérkőzés. Sassano Alexandro, az akadémia növendéke, 8 esztendős játékosa végezte el a kezdőrugást, de most már a főszerep a játékosoké. Fehér felsőben, fekete nadrágban és fehér sportszában a Soroksár, és hagyományos lila fehér felszerelésében a Békés Csaba itt a Kórház utcában. Útjára is indul a labda, kapos Soroksárja a kezdőrugásával. A Békés Csaba rögtön letámadja a Soroksári együttest. Farkas fejelte vissza, ő ebben a szezonban eddig sérült volt, most játszik először a Csaba kezdőjében. Kitül Miklós, ő is most debütál itt az EB2-ben a Békés Csabában, most lett egészséges a felkészülés után. Bora, Mészáros, Pantovics, Mészáros, Paudics. Szép összjátéka próbálkozott a Békés Csaba. Pantovics, Szalai. Egyébként körvonalozódnak a felállások, a Békés Csaba a következő képen áll föl. Cinanó a kapuban, Szalai, Bora, Farkas, Mészáros, Hodonicki, Hursán, Kitül, Pantovics, Paudics és Lukács Rajmond elől. Így áll föl a Békés Csaba a mai napon. És hamarosan felsorolom a soroksári kezdőt, de lássuk először a támadást. Gyömbér. Erdélyi mehet tovább, mutatja a játékvezető. Egybeadással próbálkozott Korozmán. Tehát akkor a Soroksár kezdője, de először is a támadást. Lukács Rajmond viszi. És szöglet. Tehát a Soroksár a következő képen áll föl, az mérkőzés első szöglet előtt elmondom. Varga kapuban, Kópis, Gengelicki, Valencsik, Pászka, középpályán Huszák, Gyömbér, Erdélyi, Derekas, Csernik és Korozbán. Tehát ez a kezdő. Négy helyen is változtatott egyébként Lipcsei Gábor, vagy Lipcsei Péter, bocsánat, a vendégek vezetőedzője. Az előző Kazisz Barcki elleni mérkőzéshez képest, ahol 2-0-ra kikapott Soroksár. A szögletet követően Audics próbálkozott, ez azonban mellé ment. Ilyet a mérkőzés első kirúgása. Korozbán elől Kitül lőtte el a labdát egy bedobásra. Kópis az előző meccsön nem játszott. Gengelicki. Pászka. Derekas. És szabadrugással jöhet a vendég együttes. A
Soroks egyébként a Ferencváros fiúcsapatának számít, több ferencvárosi kölcsönjátékos is szerepel Soroksáron, illetve több korábban olyan játékos, aki tagja volt az FTC csapatának az elmúlt éveben, de majd erre később kitérek pontosan. Farkas. Szalai fejelni haza, de jön Cinano Áron a kapuból. Ő az előző mérkőzést végig játszotta. Egyébként Urab János a Békés Csaba első számú kapusa, ő azonban sérült. Ribánszki László pedig a tegnapi napon távozott a Csíkszerad együtteséhez, tehát ő Romániában folytatja a pályafutását. És jelenleg az első csapatból Cinano Áron az egyetlen bevethető hálóőr. A kispad egyébként Krünács Rihárd, megye egyes csapat első számú kapusa ül jelenleg. Tehát a héten ő is profi szerződést kapott, és jön a Soroksár támadása. Korozmánt keresték középen. Eddig ez a két csapat egyébként 9-szer találkozott egymásra itt az NB2-ben. A mérleg nyelve Soroksár mellett szólna, hogyha az eddigi eredményeket nézzük. Ezt Mészáros bent tudja tartani ellenfelével szemben. Az ívelése azonban pontatlan. Tehát eddig a 9 mérkőzésből a Soroksár 4 alkalommal győzött. 2 döntetlen született, a Békés Csaba pedig 3-szor tudott nyerni. Érdekességképpen, hogy a Soroksár 2-szer is tudott 5 gólt rúgni a Békés Csabának. Márciusában 5-0-ra nyert a Soroksár a 2016-17-es szezonban. Ez eddig a legnagyobb győzelme a Békés Csabával szemben. Erdélyi teszi vissza. Pantovics lehet marad. Legutóbb, amikor 5 gólt rúgott a Soroksár, akkor itt Békés Csabán játszott a 2019-ben, a 18-19-es szezonban. Egészen pontosan 3-5 volt annak a mérkőzésnek az eredménye. A Békés Csaba eddigi legjobb eredmény a 2-0 a budapestiekkel szemben. Az idei szezon eredménye alapján egyelőre Békés Csaba mellett szól. Hiszen a Békés Csaba a 8. a bajnokságban. A Soroksár pedig a 13. helyen várt ezt a mérkőzést. Lukács Paudicsnak vissza. Gengelicki Gergő vágta ki. A Békés Csaba két csatára kiszűkítette magát erre a mérkőzésre. Hiszen mind a ketten sötétebb hajszínnel rendelkeznek. Közben már támadó Soroksár, előszabályt ítél a játékvezető. Egy lövés, derekas részéről, ez azonban levágódott Bora Györgyről. Csernik adta be. Kópis Róbert. Derekas, vagy bocsánat, Korozmán tette be. Cinano könnyedén fogta. Mészáros, Pantovics. Pantovics pedig megborotválkozott. Eddigi mérkőzéseken borostával lépett pályára. Mészáros, ő a Csabai a csapatkapitány ezen a mérkőzésen, hiszen Nagy Sándor csak a kispadon foglal helyet. Mészáros,
Gyömbér. Valencsik. Pászka. Huszák. Kópis. Az eddigi hazai mérkőzésekhez képest egyébként kevesebben vannak itt a Kórház utcában. Később lesz majd hivatalos adatunk a nézőkről. Egy újabb szabálytalanság. 10 perc játék után továbbra is 0-0 a Békés Csaba Soroksár mérkőzés. A legutóbbi Békés Csabai meccsen, amikor a Kaposvárra játszott a Békés Csaba, akkor a Rákóczi már ilyenkor vezetett 1-0-ra, és gyorsan meg is duplázta az előnyét. De a mérkőzés végül 2-2 lett. A Vasas ellen pedig 1-1-et játszott a Békés Csaba, tehát hazai pályán még nem nyert az idei szezonban, de továbbra is veretlen az NB2-ben, hiszen eddig csak döntetlen, illetve győzelme van. Erdélyi, Huszák, Kópis. Erdélyi földön maradt. Így ápolást kért a játékos. Egyébként a Soroksár az idei NB2-ben az első mérkőzését megnyerte a Deac-szal szemben hazai pályán, utána a Dorog ellen vereséget szenvedett, 1-0-ra kapott ki, utána volt a Soroksár Nyíregyháza 0-1, Győriától Soroksár 1-1, tehát az egyik élcsapattal döntetlent játszott a budapesti csapat, és akkor, ahogy már említettem, a legutóbb Kazincbarcika ellen hazai pályán 2-0-ra kapott ki a pesti csapat. Mészáros visszaadja vendégeknek a labdát. Varga Ádámnál a labda, ő a Ferencváros papíron negyedik számú kapusa, de kölcsönadták Soroksára, hiszen a Fradiban ebből a szezonban nem férne be Dibusz Dénes és Bogdán Ádám mellett, a harmadik számú kapus pedig Gróf Dávid, de ő lehet, hogy távozik majd még az átigazási szezon előtt. De minden esetre a jövő a Ferencvárosnál az Varga lehet, és az NB2-ben bizonyíthat. Hulsán. Farkas. És a nagy helyzetbe került Derekas Zoltán, akit Cinanó borít fel, a játékvezető szögletet ítél. A Soroksárok természetesen reklamálnak a játékvezetőnél. Magához is hívja az egyik játékost. Cinanótól láttuk az eddigi mérkőzéseken, hogy veszélyesen jön a kapujából, de hát egy kapus általában az a dolga, hogy hatástalanítsa az ellenfél támadását. De természetesen látom már példát futballpályák, amikor kiállítás eredményezett egy hasonló belépő, és sárga lapot kapott Korozmán a reklamálásáért. Tehát övé a mérkőzés első sárga lapja. És jön a Soroksárjak első szöglete. Ez egy veszélyes helyzet a Békés Csabaiak szempontjából. És szabálytalanságot látott a játékvezető, szabadrugás jár kifelé.
kitül. Egyébként mindenki kispadon egy nagy múltú játékos ül, Soroksáron a Ferencváros legendája, Lipcsei Péter, még a másik oldalon Sindler Szabolcs, aki szintén több csapatban is megfordult, többek között Békéscsabán is játszott, mi a 2000-es évek elején. Lukács erről lemaradt, hiszen Varga, a kapus hamarabb ért oda. Ez egy nagy lehetőség volt. Huszák. Gyömbér Gábor. Ő is játszott a Ferencvárosban. 2016-ban például bajnok lett. A Fradival. 205 mérkőzésen 7 gólt tudott szerezni az FTC színében Gyömbér. Paudics lent marad. Varga. Szalai. Lukács. Hursán. Pantovics. Szélen Mészáros indul. Megkapja a labdát, rögtön adja be. Lukács felé. Ez is a kapusé. Huszák. Kontrázna a Soroksár, de nem voltak előre játékosok. Bora. Azt akár le is kezelhette volna, de egyből visszalövi. Farkas. Szintén fölívelte. Hursán szabálytalannak látta a játékvezető. Egyébként Takács János vezeti ezt a mérkőzést. Szabolcs-Szatmár Berek-begyei játékvezető. 1998 óta tevékenykedik ezen a pályán. Legutóbb egyébként a Fehérvár Paks mérkőzés vezette az NB1-ben. Hodonickkal szemben szép cselek. De már a Pantovics jöhet. Derekas. Derekas lő. És Cinnanó fogja meg. Neki egyébként a negyedik MB2-es mérkőzése itt Békéscsabán. Ezért kétszer állt be csereként, sérülés miatt, illetve Pécsen védett végig, illetve majd a mai napon. Remélhetőleg végig tudja játszani ezt a mérkőzést. Pantovics. Lukács. Kütül Bora. Hát egyelőre nyugodt a mérkőzésére, a egyik csapat sem kapkodja el a támadásokat. Lassan a 20. percben járunk, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Hát a legutóbb Pécsen 0-0-át játszott a Békéscsaba, azért a szurkók reménykednek, hogy ezen a találkozón lesznek gólok. Pantovics. Rávezeti védőjére. Lő. De hát ez lepattant. Hodonicki. Beadja. Paudics fejjel. Paudics lökte az ellenfelét. Szabadrugás jár kifelé. Gyömbér kért el. Kóp is. Ez Cinnanóé lesz.
Bora. Mészáros nem próbált meg felívelni a labdát, Bora György. Pantovics, Paudics. Pantovics viszi rá ellenfeleire. Ezt Hodonicki kapja, kéri vissza Pantovics, és lepattant Pászkalórád lábára a labda. Jön a mérkőzés második csabai szöglete. Szögletetnél Békés Csabán elsősorban Lukács és Bora György lehet veszélyes. De legutóbbi mérkőzésen például Hulsán is fejelt. Pantovics szöglete, Bora. Ezt kivágja a Soroksár. Farkas maradt hátul egymaga. Ő is veszélyes lehet egyébként a szögleteknél. Varga. Ezen a mérkőzésen Soroksári oldalról nem kapott szerepet Lovrencsics Balázs, illetve Szerető Krisztófer két veszélyes támadó, és közben kiderült, hogy 1560 néző van itt ma a Kórház utcában. A szezon így a hétközi mérkőzésekhez képest egy szép számú eredmény, de már jön a Soroksár, ő szép lövéssel próbálkozott Gyömbér Gábor. Kis Ján repült el Cinanó kapuja mellett. Hursán. Nyugodtan feljöttjük, hogy a találkozó 22. percében ez volt a legveszélyesebb lövés eddig a mai napon. Reménykedjük, hogy lesznek még hasonló próbálkozások egyik vagy másik oldalon. Újra jön a Soroksár. Szalai. Lukács indul, de le sem van. Pászka. Derekas. Kópis. Most nyugodtan épített támadást a Soroksár. Hátra a kapusig. Most a Békés Csaba próbálkoztat hasonlóan. Kitül. Bora. Pantovicsot keresné Farkas. Meg is kapja Nikola Pantovics. Pantovics már 16-oson belül lő, és Varga tudott hárítani. Farkas jól látta Pantovicsot, Pantovics pedig megpróbálkozott a kapralövéssel, közben már egy szabálytalanság. Gengericki. Ez Cinanó Áron élesz. Bora. Farkas. Kitül. Kitül és Szalai egyébként játszott már együtt. Korábban Kecskeméten, egy másik lila-fehér csapatnál.
innen ismerhetik egymást. Na most már mind a ketten Békés Csaba színekért küzdenek a pályán. Gyömbér. Időközben Csernik Kornél. A Ferencváros kölcsönjátékos átjött a jobb oldalra. Cseréltek Korozmán Kevinnel. És Szala. Hodonicki, tehát nem is Szalai, Hodonicki fogja kapni az első csabai sárgalapot, ezért a lerántásért. Hodonicki az előző mérkőzésen Pécsen is játszott, és egyébként Kaposvár ellen debütált az NB2-ben. Idén nyáron hozta föl Schindler Szabolcs Csabik és a Balabdarúgó Akadémiáról a fiatal játékost. Baudic. Gyömbér Gábor rántotta le Paudicsot. Ez a megmozdulás nem ért sárgát a játékvezető szerint. Bora. Mészáros. Lukács. Kitül. Pantovics. Mészáros, Pantovics. Hursán. Őt is lerántják. Farkas. Megindul a Kaposvár, vagy Kaposvár, bocsánat, Soroksár. Ha már Kaposvár, azért járt az eszem a Rákóczin, hogy elmondjam, hogy az előző mérkőzésen a sárgalapoknak jelentős szerepe volt a mérkőzésen, hiszen két kiállítás is történt. Az előző mérkőzés alatt természetesen a hazai mérkőzéseket, mérkőzésre gondolok, az legutóbbira. Hursán. Aki esetleg most csatlakozik be a mérkőzésbe, annak elmondom, hogy fél óra játék után a Soroksár és a Békés Csaba találkozója továbbra is 0-0-ra áll. Közben Kitül csúszott oda, Paudics. Paudics vihetné, majdnem elesett, lőhetne, Hodonicki kapja meg a labdát, lő, és hatalmas lövés, Varga tudta hárítani. Ez pedig a Soroksáriról ment ki, így jöhet egy újabb szöglet Békés Csabai oldalról. Tehát egy újabb veszélyes támadás a mai mérkőzésen. De a Békés Csabai részéről ez volt az igazán veszélyes, első igazán veszélyes támadás. Pantovics végzi el a szögletet. Kitül kérni, kicsiben. Mészki nem kapja meg. Pantovics, és Lukács fejelt mellé, kirúgás. Lukács Rajmondnak egyelőre ebben a szezonban nem megy a helyzet kihasználás. Ha próbálkozott már fejjel lábbal, de valahogy nem sikerül neki betalálnia.
Szalai. Gyömbér. Bora. Gyömbér. Huszák. Pászka indul meg a bal oldalon. Ő már lőtt gólt ebben a szezonban. A bal hátvéd. Cselezget. Huszák. És derekas próbálkozása. Jócskán kapu fölé megy. Tehát egy támadás itt, egy támadás ott. De továbbra is 0-0. Egyébként Soroksáról 5 néző érkezett. Könnyen össze lehet őket szávolni itt a Kórház utcában. Az utóbbi időben nem sok vendégnéző jár ide. Legalábbis ebben a szezonban a Vasas leszámítva. De hát még hosszú a szezon. Most ezúttal a Csabai drukkerek is kevesebben vannak az előző összecsapásokhoz képest. Nyilván egy hazai győzelem annokot arra, hogy még többen látogassa ki, hiszen adott esetben még a táblázat első három csapatához is felzárkózhat a forduló után a Békés Csaba. Ugye ez elmutató Soroksáról, ők följebb jöhetnek a táblázaton a középmezőny elejére, tehát nagyon, nagyon egyben van a NB2 mezőnye. Kitül. Hursán, Farkas. Szalai. Hursán. Sok falt van a középpályán ezen a mérkőzésen. De egyelőre a találkozóra ellentmondó is sportszerű. Bár az iram egy kicsit feljebb pöröghetne. De ez nyilván egy gól is kell. Farkas. Hursán. A középpályán egy nagy hiányzó ő Király Patrik Békés Csabán. Ő még az Alk elleni mérkőzés után sérült meg. És itt Csernik támadhat. Ezt azonban Bora le tudta venni. És már jöhet is a Békés Csaba egy ellentámadással. Pantovics. Lukács mögé jött a labda. Nem értette meg egymást a két támadó. Gyömbér. De talán a Soroksár az előbb nagyobb helyzetbe került. Csernik révén. Huszák. Pászka. Csernik. Derekas. Át Kópishoz. Ez kijött a Békés Csabaiakról. Lukács is hátra jött védekezni. Kitől? Szalai. Hursán. Ez is a Csabai mögé érkezett. Hát egyelőre az indítások a gondjai vannak a előre játékosainak. Bora. Pantovics. Lukács. Pantovicsnak vissza lőne. Ez Gyömbérben elakad. Erdélyi, szabálytalanság, gyorsan elvégzett szabadrugást, azonban a labda mozgott, így a játékvezető visszafújja. A Csaba felállhat a védekezéshez. Huszák a labda mögött.
Hát a Soroksár eddig nem játszott gólgazda mérkőzéseket, mindössze két gólt szereztek és ötöt kaptak. Huszák, Kópis, többen kérik, Pászka kapja, jön a beadása, Farkas vágja ki. Bora és Lukács indul meg Csabai részről. Lukács, Paudics kéri, Pantovics ellövi mellé. Hát egy újabb nagy helyzet Csabai oldalról. Lukács, Paudics és Pantovics összjátékából Pantovics lőtt mellé. De már jön a fehérmezesek támadása. Kópis, Gyömbér. Időközben Korozmán és Selnik visszacserélte a két oldalt. Egyelőre itt a szélsők váltogatásával próbálják megzavarni a csabai védelmet. Erdélyi, Korozmán, ezt lepattam Boráról. Szöglet következik. És Lukácsról pattant oda a csabai kapushoz a labda a szöglet után. Pantovics, Mészáros, kitült indította volna. 40 perc elteltével 0-0. Varga. Lehet az első fél időben nem lesz gól ezen a mai mérkőzésen. Talán az írom betutott annak is, hogy a csapatok most 3 naponta játszanak. Itt a válogatott szület előtt. Paudics indul meg. Lukács kérné majd mellette, de a soroksári védő tud tisztázni. Hiszen a hétvégén még játszak az NB2-ben, de utána jön a válogatott szünet, és majd csak szeptember 13-án jön a 8. forduló. Ott majd rendezhetik a sorokat a csapatok, a sérültek visszatérhetnek. Békés Csabán is hallani, hogy több játékos visszatérhet már majd a Nyíregyháza elleni mérkőzésre. Pantovics be a szöglete. Több csabai is a földön marad. Paldicsa szebben. Soroksári volt előnyösebb helyzetben, de jön egy másik szöglet a másik oldalról. Újabb Pantovics szöglet következik.
közben Lukács beszél a játékvezetővel, valószínűleg az előző szituációt beszélték meg. Pantovics. Ez pedig a kapusé, akár már indíthatja is a játékos társait. Ez azonban egészen hátra megy közben, Hodonicki és Mészáros összeütközött itt a védekezésnél. Huszák lepattan róla, Mészáros vágja ki. Szalai. Szalai más oldalt, Pantovics üresen van, de Szalai most passzol Pantovicsnak. Pantovics befelé cselez, lő, gól! Veszett a Békés Csaba 1-0-ra. Szalai Dániel átadása után Nikola Pantovics szép cselei követően előtt a jobb lábával és a bal sarokba lőtte a labdát, ezzel vezet a Békés Csaba 1-0-ra a fél idő előtt 4 perccel. Ez kellett itt a Kórház utcában a szurkolóknak és a Békés Csabának is. És talán ezzel majd felpörög a mérkőzés is a második játék részre. Pantovicsnak egyébként ez a második gólja itt a szezonban, legutóbb Ajkán volt eredményes szabadrugásból. De hát az előző szezonban is ő volt az egyik legveszélyesebb csabai. Schiller Szabolcs azt szokta mondani, hogy amely csapat megszerzi a vezetést az NB2-ben, az általában megnyeri a mérkőzést is. Hát erre már láttunk az ellenpéldákat az elmúlt mérkőzéseken, de alig most bízhatnak ebben a mondásban. Huszák. Pászka. Derekas. Huszák marad lent. Pantovics. Paudis már lesre futott Pantovics. Pantovics befelejtse, Pantovics lő! És a keresztlécet találja el Nikola Pantovics. Lukács és Paudis is kérte, de Paudis lesre szaladt, így Nikola Pantovicsnak nem volt más választása, mint kapura lőni. Kis hiány beakadt. Egyébként az Ajka ellen pont hasonló szituáció volt, de akkor szabadrugásból volt ilyen veszélyes Pantovics. Hát akkor is a második próbálkozása már nem. A második próbálkozásában nem született gól. Itt most közelebb járt hozzá. Farkas. Szalai. Paudis. Ezt meg tudja szerezni, igen. Pantovics kérné, de Gengelicki tisztázni tud. Kettő perc van még hátra a rendes játékidőből. Békés Csaba 1-0-ra vezet a Soroksárral szemben. Kitől? Kóp is próbálja semlegesíteni. Csabairól ment ki a labda. Korozván, majd Derekas, kitől lent marad. Csernik kornél. Gyömbér. És Lukácsról rossz pattan a labda, Lukács és Paudis támadhat. Paudis, Lukács vissza szaladt, és Paudis lövése, lövés passza mondhatni, elmegy a kapu mellett. És az egyik csabai játékos lemarad a földön. Ha jól látom, akkor Hodonicki Márk. Igen. A Csaba a gyúrói ápolhatják a következő néhány másodpercben, vagy akár percben.
Néhány másodperc múlva egyébként zetelik az első félidő. Kíváncsiak lehetünk hosszabbítani a játékvezetőt. Igen, hosszabbítani fog, hiszen a negyedik játékvezető egy perc hosszabbítás jelez. Tehát még egy támadásra van ideje a csapatoknak. Gengelicki. Valencsik. Pászka. Csernik. Cserny beadása. Korozmán fejéről tovább pattant a labda, és már Pantovics hozhatta volna a támadásra. És a játékvezető szájában a síp, és le is fújja az első félidőt. Tehát Békés Csaba Soroksár egy játékrész után 1-0 a hazai csapat javára. A mérkőzés első és egyetlen gólját egyelőre Nikola Pantovics szerezte egy szép támadás után. Hamarosan jövünk vissza a második játékrésszel. Itt is vagyunk a második félidővel. A Békés Csaba egy játékrész után 1-0-ra vezet a Soroksárral szemben. Itt a Kórház utcai stadionban. Bora Hulsán. Időközben már van mérkőzés, hogy befejeztek az NB2 hatodik fordulójában. A Vasas például 3-1-re kikapott a Budaörs otthonában. A Szentlőrinc is meglepetésre 3-1-re győzött a Kaposvár ellen. A Debrecen pedig simán 3-0-ra nyert otthon a Szeged ellen. De közben nézzük már a csabaiak támadását. Bukács. Egyébként jelen állás szerint a Békés Csaba a negyedik helyen áll a táblázaton, itt az élő táblázat szerint, ez az 1-0-ás eredményével. Hursán, oda lépett neki Pászka. Pászka egyébként rendelkezik Békés megyei kapcsolatokkal, hiszen erdélyi származású és a Grosics Akadémián kezdett Magyarországon, Gyulán. Lejátszott a Termálban, és Szegeden is. Most pedig bár a tavalyi szezon óta a Soroksárt erősíti. Hulsánnal minden rendben, úgy tűnik. Szalai. Mészáros. Pantovics. Lukács lent marad. És jöhet a Soroksárjak ellen támadása. Erdélyi. Derekas. Pászka. Gyömbér. Huszák. Csernik. Derekas. Ismét ő. Adogatnak a Soroksárjak itt Csabai jobb oldalon. Pászka. Boráról megy ki. Veszélyesen kezd a Soroksár. Pászka végzi el ezt a szögletet. Pászka. Fejes. És Cinano tudott védeni, innen úgy láttam. Hogy nem a kapufa, de közben Kóp is. És jöhet a
Csabaiak kirúgása. Egyelőre a Soroksár jobban kezdte a második játékrészt. Nikola Pantovics góljával a Békésaba vezet 1-0-ra. Szalai. Podonicki. Pászka. Derekas. Csernik. Nem sikerült átvennie a játékszert. Szalai. Gengericki veri föl. Farkas. Erdély és Farkas egymással szemben. Szalai. Bent tartja még a játékszert. Egy szép csel. Podonicki. Megtapsolják a szurkolók. Paudicsot indítaná, de Lukács iramodik meg. Előnyösebb helyzetben a soroksári védő. Varga. Bora. Csernik. A kezére is pattan talán. Ez nem volt szándékos a részéről. Pászka indul meg. Cselesz befelé. És egy lövés. Ezt ketten is hárítják. Cinano, illetve Bora együtt csúszott be, illetve vetődött el. Egy ollózási kísérlet. Soroksár szeretne egyenlíteni. Gyömbér. Bora. Pantovics. Ezt visszafújta a játékvezető. Egyébként a Soroksár a támadó játékon még tud variálni. Akár beállíthatják szerető Krisztofelt, illetve Lovrencsics Balást is a második játék részben. Kitülő átadása után jöhet Pantovics a bal oldalon. Befelé hozza, kitül jön, beadja, és Palencsik tudott tisztázni. Korozmán, és a játékvezető visszafújta ezt a támadást, szabálytalanságot látott. Lukács. Lett marad a földön. Szalai. Szalai. Lukács nem kapta meg, jöhet egy bedobás Csaba oldalról. Majd Szalai végzi el. Lukács. Szalai beadja. Pantovics. Pantovics. Podonicki és fölé rúgja. Átrúgta a teniszpályára Podonicki. Időközben mindkét oldalon elmentek a cserék melegíteni.
Egyébként az előbb rosszul mondtam, mert szerető Krisztofa a mai mérkőzésen nincs a nevezett játékosok között, csak véletlenül az előző összecsapás játékos keretét néztem. Pászka. És Hursánnak lépett oda Pászka, hát Hursán sérülékenyebb a szezonban, és Hodonickit is lerántják. Még hozzá a csapatkapitány, Huszák Tamás, aki megkapja Soroksárok második sárgáját, és Hursán tápolni kell. Egyébként a csabai kispadon Krünácsri cserekapusunk kívül ott van Nagy Sándor, de közben jön is az első cserebéki csabai részről, Szabó áll majd be. Kitül Miklós helyére, aki egy 52 percet kapott a mai mérkőzése. Szabó egyébként szélső játékos, Szolnokról érkezett Békés Csabára nyáron, Kitül pedig Dorogról, tehát a új szerzemény váltott új szerzeményt. Tehát akkor mi Nagy Sándor, Váradi Ádám, Máris Dominik, Babinyec Balázs és Horváth Péter ül a Csabai a kispadján, Szabó Péter pedig most állt be. Szalai. Pantovicsot látta volna meg. Soroksáron Abó Attila a cserekapus. Orosz Márk is ottól a kispadon, ő is játszott a Ferencvárosban, mint ahogy Gárdos András is, illetve Magyar Szilárd, Lovrencsics Balázs, Tóth Dominik és Takács Zsombor, van még a kispadon közben egy szabálytalanság Csabai részről. Mészáros volt szabálytalan, ő kapja a második Csabai sárgát, kezdenek sárgulni a játékosok. Érdekes, hogy mind a két csapatkapitány besárgult a mai mérkőzése. Korozmán indult volna meg. De jöhet a Békés Csaba. Mészáros. Pantovics. Szalai. Farkas. Szabó. Lukács, Lukács viszi befelé Pászkával szemben, és lássuk, ez Lukácsról ment ki, így kirúgás következik, illetve egy újabb csere, ezúttal Soroksári részről, Orosz Márk áll be, ő egy szélső támadójátékos, Huszák Tamás helye, tehát az egyik sárgalapos játékosát lehozza Lipcsei Péter, a középpályán változtat. Huszák ezen a mérkőzésen a középpálya közepén kapott szerepet. Derekas. Orosz, már támadhat is az friss ember, Orosz hozza még, Szalaiban hal el ez a támadás, Szabó, nem kapkodja el a támadást a Békés Csaba, de Szalai indítaná Paudicsot, de elhagyja a játékteret a labda. Gyömbér. Pászka.
Gengerickéhez. Orosz. Úgy tűnik Orosz ugyanúgy Huszák helyén a középpálya közepén játszik egyelőre. Pászka. Ő pedig Cselniket kereste volna. Fent marad a Soroksár. Hodonicki próbál labdát szerezni derekassal szemben. Gengelicki. Hamarosan majd a Békés Csaba ismét cserélni fog. És Mészáros szerette volna haza kísérni, de a kapus nem jött. Azonban sikerül Csabai kapusnak jó helyre adni a labdát Mészároshoz. Szabó. És Paudics indulhat, úgyhogy nem volt le sem Paudics, Patrik lő mellé. Egy hatalmas zicsert hagyott most ki Paudics Patrik, aki nyáron érkezett Békés Csabára, legutóbb a Vasas ellen volt eredményes. Egy vonalból indult el a védőkkel, de a támadás végén nem született gól, és már is áll majd be. Éppen Paudics Patrik helyére, tehát ma ennyit kapott a támadó. Csatár helyett csatár cserél be Sindrel Szabolcs. Paudicsnak is voltak gondjai ebben a szezonban a sérülésekkel. Ezzel szeretné ezzel a cserével kicsit pihentetni játékosát, hiszen vasárnap éppen a Dorog ellen még volt csapat ellen majd játszott Paudics. Már is áll majd be, aki a Szeged ellen szerzett gólt, még az első fordulóban. Ott a Békés Csaba 2-1 arányban tudott nyerni. Kontrából veszélyes szokott lenni Város Dominik. Ha teret hagynak neki, akkor akár az ötösig is beviszi a labdát, és megpróbálkozik egy pontos lövéssel. Szabó. Szabó csele. Lukács mellé, és kirúgás jön. Egy újabb elpuskázott lehetőség Csabai részről. Ez akár meg is bosszulhatja magát, hiszen a Soroksár a fél idő elején azért került helyzetekbe. És mindig van ütőkártyája Lipcsei Péternek a kispadon. Egyébként Gyömbér kapta meg a csapatkapitány karszalagot a Soroksáron. Huszák lecserélés után, közben egy támadás. Hodonicki. Ő jött a Csaba újra. Lukácsot látja meg. Nem volt lesen Lukács Rajmond. Mögötte már is Dominik kérné. Lukács lejzetben, és Varga véd hatalmasat lábbal. Ez már a második hatalmas zicler itt a második fél időben a Lilák részéről. A Varga egyelőre bizonyítja, hogy nem véletlenül ő a Soroksáriak első számú kapusa. Jöhet Pantovics szöglete. És lent marad időközben az egyik Csabai, és sárgalapot kap majd Lukács Rajmond. Talán műesésért, de most ezt az esetet nem tudjuk visszanézni, hiszen csak egy kamerával dolgozunk, de minden esetre sárgalapot kapott Lukács is, tehát vigyáznia kell. És jön egy újabb soroksári csere. Most jön Lovrencsics Balázs, tehát hogy az említett ütőkártya most áll be. Erdély László helyére. Most már egy magasságban vannak a Csaba, és a Lovrencsics, legalábbis ő magas játékos, hiszen eddig alacsonyabbak voltak a soroksárek támadói.
hiszen Farkas és Bora is elég magas, tehát majd lehet jönnek a beívelések, illetve a beadások budapestiek részéről. De még csak 64 perc telt el. Van még hátra bőven idő mindkét résznek. Csernik. Ez nem volt jó Pászkának. Szalai. Pászka azonban jól tudott oda csúszni. Derekas adja be. Fejes és Lovrencsics Balázs meg is szerzi a Soroksárák első gólját. Alig egy perc állt be. Hát gyakorlatilag az első labda érintéséből befejelte. Szalai eladta a labdát. Huszák visszaadta. Majd a beadásból könnyedén tudott fejelni Lovrencsics. Ezzel 1-1. Itt a Kórház utcában. Lovrencsics veszélyes a fejesekből. Ezt még a Ferencvárosban is bizonyította korábban. Egyébként öccse Lovrencsics Gergőnek, aki magyar válogatott egyik alapembere, illetve a Ferencváros alapembere. Farkas, Szalai, tehát minden kezdődik előről. Egában a csapatok. Jelenleg pontos osztozkodásra áll. A Csabán nem is került jól védekeznie, most pedig már is cselé befele, talán kivitte, és egy gól! Lukács gólt szerez, azonban a játékvezető kirúgást ítél, hiszen Márisnak a befutása az már kint volt, a bepassza, úgyhogy marad az 1-1. Hiába zöldült föl itt a Kórház utcai stadion. Kezd kicsit felpörögni ez a mérkőzés. Tehát a szurkolóknak az mindig jó, ha egy mérkőzés pörög. Hursán. Szabó. Hursán hatalmas paszt adott, azonban ez elpattan Szabó Pétertől. És talán a mérkőzésen először jön meg a Csabaék részéről a hajrá lilák ritmus. Hát korábban ők a kapu mögött voltak, de a Kórház utcai stadion átalakítási miatt jelenleg ők az új lelátó liget felüli oldalán helyezkednek el. Szembeni lelátó le van zárva, azért nincs rajta néző. Bora. Akár haza is adhatta volna, de rögtön visszaíveli. Már is. Pantovics. Hursán. Hodonicki. Pantovics. Beadja. Már is. Ismét vissza hozzá, de ezt a Soroksárják tudják majd kihozni. Derekas. Orosz. Gyömbér. Csernik. Pászka, Csernik, Lovrencsics, Lukács és Gengericki. Gengerickiről lepattant Lukács. Szabad rugás jár a Békés Csabának. Közös Schindler Szabolcs irányítja a támadóit. Már is. Mészáros. Pantovics. Lukács elesik. Pantovics. Vissza Farkashoz. Szalai. Pantovics.
Szabó. Nik Pantovics próbált ebbe felé cselt. Csernik. Lovrencsics. Most kapná meg. Borag vágja vissza. Vajon sikerül lemenni Valencsiknek? Nem éppen. Már is tartja meg Szabó. Tőle elpattan. És Gengericki hozhatja ki. Hodonicki. Ról lepattan. Jöhet a Soroksárjak ellen akciója. Csernik kornér. Beleszemmel Szalai. Csernik beadja. És kirúgás. Ahogy korábban említettem, a Soroksár az FTC fiók csapata. 8 kölcsönjátékos is szerepel jelenleg a Soroksárja keretében. Nincs mindenki itt a nevezettek közül. Bene Marcel a jobb hátvéd például az előző meccsen játszott, de most nem kapott szerepet. Pantovics. Orosz. Csernik. Szalai. És Pászka osztatja. Kicsit szétszúszott most a pálya. Vara. Pantovics. Már is intul meg. Megiromodik. Tempója nagyon gyors, de Szabó kapja. Most kapja már is. Lukács már középen kérné. Már is. És Gengerickiről pattal le. Mert nem marad egyik soroksári. Már is már felállt. Varga végzi el majd a budapestiek szabadrugását. Bora. Már is. Átfejelte védője felette. Az akció a kapusban vésze. Már is pedig lemarad a földön. Soroksáriak kirúgják a labdát. De nem rúgják ki. Csak úgy tűnt. Derekas indult meg. Csernik. Csernik nagy egy Zidáncsellel próbálkozott. Most pedig már jön a vita. Hursán és Derekas összecsapása. Rögdösik egymást. Hát ez nem futballpályára való. Hát azok után, hogy nem rúgták ki a soroksárjak a lemaradó már is miatt a labdát, számíthatunk egy hasonlóra. Kezdek felfokozódni az indulatok. 73. percben 1-1 az állás. Mindkét csapat szeretne nyerni. Úgy tűnik rendezőnek a viszonyok, de a játékvezető Takács János magához hívja Hursánt és Derekast. Soroksári csapatkapitány próbál még beszélni a játékvezetővel, Gyömbér. Vajon a kapes állapot a két játékos figyelmeztetés? Nem, egy szóbeli figyelmeztetés, véletlenül utolsó mind a két játékosnak. Következő már lapjárhat. Lovrencsics, Pászka, és Lipcsei Péter szólt a játékosok, hogy adják vissza a Békés Csabának a labdát, meg is tapsolják a szurkolók. Gyömbér, Orosz. Pászka. Derekas.
Hát őt most már fügyszó kíséri itt a mai napon. Szabadrugásra jöhet a Soroksár. Pászka adja majd be. Nagy esély van rá, hogy majd Lovrencsicsot keresik, és keresi majd Pászka. Egyébként Lovrencsicsra Bora ügyel. A másik magas játékos Gengéricki, a középhátvéd ment még fel az akcióhoz. Ezt Alai tudta kifejelni. Pászka, vissza. Orosz csúsztatott, vagy nem Orosz csúsztatott, hanem Valencsik Dávid. A másik védő. Cinaló kirúgása. Pantovics, ez kimegy. Csabairól ment ki. Hamarosan a Soroksár kihasználja az utolsó csere lehetőségét. Pászka. Gyömbér. Gengericki. Még mindig ő, Valencsik. Lovrencsics. Pászka. És kint van. És jön is a csere. Magyar Szilárd áll majd be. Csernik Korné helyett. Tehát a szélen. Cserélt Lipcsei Péter. Pantovics. Lukács lőhetett volna, Hursán kéri, ő lő fölé. A 77. percben járunk, Békéscsaba Soroksár 1-1. Lovrencsics csúsztat, Orosz és Bora, ez a Csabai védőjé, a Lovrencsicssel ütközik Bora. Egyébként a Soroksár is egy nagy múltú klub, még a csapat elődje a Soroksári AC Magyar Kupát is nyert 1934-ben, de az a csapat 68-ban megszűnt, a jelenlegi Soroksári csapat 1999-ben alakult meg. És eddig a MB2 volt a legmagasabb osztály, ahol szerepelt. 16-17 szezonban egyébként negyedikek voltak a bajnokságban. Ezt Pantovics kapja az ellenféltől. Szabó rögtön beadná, ez Pászka fejébe áll meg. Majd vissza Szabóhoz, Pantovics, Szalai. Szalai próbálkozhat egy beadással, és már is lő mellé. És jön a Lilák újabb cseréje. Az Ajkára érkező Horváth Péter áll be. Lukács Rajmond helyett, tehát a csatársorát gyakorlatilag kicseréli. És Schindler Szabolcs a mai mérkőzésen, most Horváth Péterben bízik. De egyébként ez volt az utolsó cseréje Schindler Szabolcsnak, hiszen már mind a hármat kihasználta.
Már is Szabó és Horváth állt be Csaba jó oldalról. Pászka. Magyar Szilárd. Derekas. Orosz. Orosz Cselei. Derekas lövő. És mellé. Egy nagy próbálkozás. Majdnem megszerezte a vezetést a Soroksár. Orosz már passza után. Derekas lőtt kapu mellé. A Soroksár bal oldalán egyébként Magyar játszik majd Csernik helyén. A cserét követően. Tehát mindkét csapat elsősorban a támadó szekciójában próbált frissíteni. 80. percben járunk egyébként, 1-1 az állás. A Pékés Csaba, ha így marad a mérkőzés, továbbra is veretlen marad, de nem lesz neki hazai győzelme. Hiszen eddig idegenben nyert Ajken, illetve Szegeden. Szabó. Horváth kéri a szélen. Horváth. Szabó. Magyar. Pászka. Ezt Hodonicki próbálta meglevenni. Hát Hodonicki már végigjátsza ezt a mai mérkőzést. Orosz. Orosz és Mészáros. Hulsán. Pantovics kivár. Hulsán. Hodonicki. Itt 10 perc van hátra a csapatoknak eldönteni ezt a mérkőzést. Szabó. Szalai. Most visszazárt a Soroksár védelme. Nehezen találják a részt a Békés Csabaiak. Pantovicsna próbálja beadni a labdát Horváth. Azonban ezt már nem érte el. Kirúgás. Pászka. Lovrencsics fejeli tovább. Koroszbán adta be. Derekas. Pászka. Lovrencsics letette Pászkának, aki lő. Kirugás. Lipcsei Péter 11-es reklamál. Saját csapata számára. De a játékvezető nem látta szabálytalan a Bora Györgyöt. Cianadó kirúgása. Pantovics. Korozmán. A Borában akad el. Gyömbér. Gyömbér egyébként korábban a Puskás Akadémiában is játszott, nem csak a Ferencvárosban. Korozmán. Szalai tudta kifejelni. Még 7 perc van hátra a rendes játékidőből. Továbbra is 1-1 az állás.
Pantovics. Szabó. Tol elpattal. Hursán. Mészáros. És Várisról majdnem a kapu felé pattant a labda. Ezt Horváth már nem tudta bent tartani. Dovrencsics. Podolicki. Szabad rugás jár a Soroksárnak. Szalai lent maradt, ápolás kér. Egyébként a Békés Csaba ez a döntetlennel maradna a 8. helyen. Soroksár pedig hátrébb csúszna a 15. helyre, 5 pontja lenne a budapestieknek. A Békés Csaba ellenállás szerint akár a 3. helyre is felléphetne egy győzelemmel. Pászka. Lovrencsicset kereste középen. Derekas lő. Cinanó. Hát a döntetlen egyik csapat sem lehet elégedett. Időközben a Békés Csaba csak 10 emberrel tud játszani, hiszen Szalai lemaradt az oldalvonal mellett, továbbra is ápolják. De Soroksár előnyösebb helyzetben van most ezzel. Bora. Gengericki. Gyömbér. Valencsik. Vissza Gyömbérhez. Valencsik. Továbbra is ápolni kell Szalait. Valencsik. Pászka. Beadja, és Lovrecs is majdnem megszerezte a második gólját. Éppen fejelt kapu mellé. Most a Csaba a jobb oldalon egyengült Szalai idéglenes kiválásával, de hát egyáltalán nem biztos, hogy vissza tud állni a hajrára utolsó 4 percre. Cinanó rúgja ki. Ezt nem érhette el. Már is. Igen, a Soroksári kispadról is az egyre többen vagyunk. Buzdítás. Tehát most a Sori, ahogy ne becézik, beszoríthatja a Csabát, Horvát. Már is. De már jelentkezik Szalai a játékra. Valencsik. A játékvezető nem akarja meglátni Szalait. Most bejöhetett. Jön is vissza a helyére, közben Pászka adja be. Lovrencsics, és megint ugyanúgy fejel mellé, mint az előbb. Hát az utolsó 5 percben a Soroksár áll közelebb a győztes gól megszerzéséhez. Két perc van már hátra, plusz a ráadás. Horváth. Már is. Nem sikerült Szabóhoz passzolnia. Farkas és Lovrecsics. Orosz. Támadott a Soroksár, és Lovrecsics helyzetben
Farkas kiszorítja, Cinanó. És már Szabó kéri, támadhat a Békés Csaba, de többen vannak a fehérmezesek hátul. Hulsán kérte, azonban ez átkerül Pantovics felé. Pantovics, Kópis ról megy ki, szöglet. A rendes játékidő utolsó nagy csabai lehetősége lehet. Pantovics. Horváth hoz a túloldalra, nem érkezett senki a szögletnél. Kezet ért a labda a szurkolók szerint. Lebedobással folytatódik a mérkőzés. Ha a játékos kezére pattott, akkor a játékvezető ezt nem lát a szándékosnak. Nincs kinek bedobni. Hulsánt fektetik el, Hodonicki lő, kirúgás jön. Ez sem volt szabálytalan. Takács játékvezető szerint. Időközben a negyedik játékvezető készül a hosszabbítást megmutatni a szurkolóknak és a játékosoknak. Vajon mennyit hosszabbít a játékvezető? 3 perc a ráadás, de közben a Soroksár támad. Kirúgás. 3 perc van menjenni egyik vagy másik csapatnak ezt a mai mérkőzést. Cinanó. Bora. Pantovics. Szabó még bent tartja. Pászkával szemben. És ez Szabóról megy ki. Nem. De csak hátrébb kell elvégezni a bedobást Pászkának. Szalai. Ez Vargáé lesz, így is van. Orosz. Gyömbér. Korozmán. Gyömbér. Vissza a Korozmához. Derekas kapja. Itt a bal oldal is üres. Kéri Pászka, illetve Magyar a labdát. Pászka kapja. Horvátról megy ki. Hát úgy néz ki, a mai mérkőzésen már nem lesz több gól. Pászka. Derekas. Már is. Hodonicki. Hursán. Utolsó támadása lehet a Békés Csabának, Szabó Péter. Megakasztják, sárgalapos belépő. Gyöbér Gábor kapja a sárgalapot, neki még nem volt. Ez lett az utolsó támadás Békés Csabai részről. Mindenki fölmegy. Bora maradt hátul. Pantovics végzi el. Mészáros beadja laposan. Orosz. És vége a mérkőzésnek. Egy csapat sem lehet elégedett ezzel a döntetlennel. A Békés Csaba marad a 8. helyen.
A Soroksár két helyen hátrébb sorolódik a bajnokságban, 1-1. A Békés Csaba továbbra is veretlen az NB2-ben, de nem tudott még nyerni hazai pályán. A mérkőzés első gólját Nikola Pantovics szerezte az első félidőben, a második játékrészben pedig Lovrencsics Balázs tudott egyenlíteni Soroksár oldalról. Így alakult ki a hatodik fordulóban itt a Merkantil Ligában ez a Békés Csaba Soroksár 1-1-es eredmény. Legközelebb vasárnap játszik a Békés Csaba majd Dorogon, azt követően pedig jön egy válogatott szület. Az első mérkőzés rögtön itthon lesz szeptember 13-án, amikor is majd a Nyíregyházát fogadja a Békés Csaba. Ezzel pedig búcsúzzunk, Hidvégi Dávidot hallották, a viszonthallásra, viszontlátásra.